A festészeti technikákról a legfontosabb, amit el kell mondanom, az először is az, hogy ahhoz, hogy fessünk, az először is kellenek színek. És én ide kikészítettem a műtermemben található szinte összes színt egy picit így különtögetve, nyugodtan egyébként ezeket is el lehet innen venni, meg akár körbe is adom, nyugodtan nézitek meg. Ezeket úgy hívjuk, hogy pigmentek, vagyis ezek az, olyan anyagok, amik megszíneznek szinte mindent. Ez az első csoport, ez igazából a kréták világa, és a kréta az valahol átmenet a rajz és a festés között, de mivel a krétákat elég jól egymásba lehet mosni, ezért elég gyakran ezt a festés technikájába sorolják. Valaki választ nekem egy almát? Oké. Okay. Most nagyon gyorsan bemutatom, hogy amíg az akvarellezéshez az ott szárad, hogy az anilin festék mit tud. Először én mindig használok próbapapírt, vagy valamit, amin kevergetek. Igazából az anilin, bár mondtam, hogy ilyen kis egyszerű általános iskolai készletnek tűnik, az a különbség benne, hogy hihetetlenül erős a színező ereje. És a másik előnye, hogy gyönyörű szépen el tud terülni maga a festék, hogyha vizet rakunk mellé, vagy ha eleve, most annyit csinálok, hogy megvizeztem a felületet alatta, és csak egy csöppet rakok el közepébe, és rögtön szétszalad. Egyébként közben körbeadom ezt is, tehát ez az az alma, amit én előre megfestettem ezzel a fajta anilinnel, ezt is nyugodtan nézzétek körbe. Igazából én úgy szoktam ezt csinálni, hogy egyáltalán nem vizezem be a papírt, és felfestem a legelső foltot, amit hát néha előrajzolok, néha nem. Itt például most biztos nem mentem volna ki ennyire a széléig, hogyha felrajzolom előre. És ahol szeretném fehéren hagyni, ott fehéren is hagyom a papírt. Mármint hogy szeretném, hogy éppen csillanjon az alma, már pedig ez csillan. Ott fehéren hagyom. Valami kicsit barnásabb árnyék színt kikevertem, és azt a még nedves rétegbe belehúzom. És itt ennél a résznél, mivel az árnyék eléggé el van mosódva, mivel több helyről jön a fény, ezért alkalmazom, amit előbb itt a keverőpapíron megmutattam, hogy teljesen üres vizes ecsettel végig szaladok a peremén az előző foltnak, és itt lehet látni talán, hogy mennyire szétmosódott hirtelen a körvonala, még magának az almának a körvonala még mindig tűéles. Olajfestékhez semmi más nem kell, csak olaj, meg festékpor. Most ezzel a kis festőkéssel, amivel egyébként a vászonra is rá lehet vinni a festéket, ezzel a festőkéssel most elkezdem így belepasszírozni magát, a pigmentet. Ezzel már azért úgy, ahogy lehet festeni. Megint csak újfajta ecsetet kell ehhez venni, és ez egy olyan ecset, ami disznószőrből van, és sokkal-sokkal keményebb, mint a többi. Szóval igazából ezt a festéket most már föl tudom ide vinni, és elég sok rétűen tudom használni is. Egészen hígra is fel lehet itt keverni, és még hígabban. Attól függ, mennyire akarom, hogy az alatta lévő szín látszódjon, mondjuk itt direkt ráfestem egy fehérre, azért ez így elég jól néz ki már szerintem. Tehát itt egészen ilyen átlátszósan használtam. Ha meg azt akarom, hogy teljesen eltüntessem, akkor persze sokkal sűrűbben odarakom, és szinte sem ennyire nem látszik már az alatta lévő rész. Én igazából az olajfestéket szeretem a legjobban, pont emiatt az nagyon sokfajta lehetőség miatt, hogy egészen vékony rétegben is tudom használni, meg sűrűn, és sokáig is lehet vele dolgozni, meg nagyon gyorsan is, úgyhogy szerintem nekem ez a legideálisabb festék, de ez igazából mindenki el tudja magának dönteni. És még egy bónusz kérdés, hogy ki tudja, hogy ez mi? Tengeri állat. Azaz. Azaz. Tintahalnak. Pontosan. Azaz. És egyébként ezt kis állatkereskedésben a papagájoknak szokták árulni, de igazából a festők ezzel is tudnak mit
mit kezdeni. Igazából most már nem, de régen, amit úgy neveznek, hogy szépia, az ez a csont, vagy hát ilyen mészváz, és ezt, hogyha elégetjük, akkor egyfajta nagyon jellemző barna színe lesz, és annak a barna pornak a neve a szépia, és igazából az a barna por, ami a szépia szint megszínezi. Régen elég sok olyan képet festettek, ami tényleg csak ezt az egy szint és a fehéret használta, és úgy ilyen egyszínű, vagy úgymondott monokrom képeket festettek belőle.